Május 29-én Kajászún egy forró tavaszi napon került megrendezésre a Fejér megyei vadászkamara és a Magyar Vizslaklub szervezésében zajló vadászati alkalmassági vizsga. A várva várt alkalmat egy 6 hetes, intenzív, vizslavezető tréning előzte meg, melyen szakemberek avatták be a résztvevőket a vadászati munkarejtelmeibe. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a Magyar Vizslaklub Közhasznú Egyesületnek, hogy lehetőséget biztosítottak a számunkra egy vadászati alkalmassági vizsga lebonyolítására itt Kajászon. A vizsga menete az úgy fog történni, hogy itt a megnyitót követően a regisztrációt gyorsan megcsináljuk, és akkor mindenki együtt a mezőre ki fog menni majd, és ott meg fogjuk csinálni a mezei feladatokat, tehát amiket ugye már mindenki ismer, elhozásokat, honszalékot, légszimatot, és utána fogunk ide bejönni, majd itt lesz a víz nekünk is. Különösebben nem is húznám az időt, mindenkinek kívánok sok sikert a mai napra, eredményes vizsgázást. Az utóbbi időben egyre erősebb érdeklődés mutatkozik a vadászkutya vezetés, illetve kiképzés irányába, és ez motivált minket és ösztönzött arra a gondolatra, hogy egy vadászkutya vezető tanfolyamot indítsunk, aminek elsősorban az volt a célja, hogy olyan kutyavezetők, akik a vadászat, illetve a vadászkutya kiképzés, idomítás terén nem túl sok gyakorlati tapasztalattal bírnak, illetve nincsen lehetőségük sem a kutyáiknak a képzéséhez, mert vagy területhez nem jutnak, vagy vadhoz, vagy egyéb más probléma miatt. Őnekik találtuk ki ezt a tanfolyamot. Vegyük hát sorra, hogy pontosan milyen típusú feladatokkal is kellett megbirkózniuk a vizsgázó ebeknek. Légszimatos felhozást kell nekik végrehajtani mezeinyúllal, ugye a szabályzat így írja elő, 50 méteres távolságban ki van helyezve egy lőtt mezeinyúl, és egy parancsal a kutya el van küldve elhozásra, megkeresi, behozza a nyulat a vezetőjének. Ügyes, jó! Nagyon jó! Réta, gyere! Tisztelt bírói kör, Varga János, Bogi nevű vadásztársam a feladatot. Köszönjük, kíváncsiak vagyunk a vadásztársadra. A vizslának elsősorban a levegőben messze elszálló szagokat kell összegyűjteni. A csapa, tehát amikor a sebzett vadat kell megkeresni, akkor meg ezt a fejet le kell ejteni. Hát itt előre lőtt nyulakkal dolgozunk, üregi nyulak vannak itt történetesen, és elhúzzuk itt a mezőn, 150-200 méterekre is, amelyik külön igényli, de egy kezdő kutyának egy 20-30-40 méterről elég, hogyha elhozza a vadat. Ez is egy elég nagy szűrő, tehát itt elég erős koncentráló képességre van szükség, hogy ezt a csapát pontosan, a törést pontosan kidolgozva meg tudják oldani. Ilyen vizsgán még nem is vettem részt, és újdonság ez így mond nekem, úgyhogy azért azt sem tudtam, hogy mi vár rám. Én nyilván tudom a feladatokat, de hogy zajlik meg minden. Aztán ugye tenyészemle is volt, vav is volt, ez azért egy kicsit sok ezt így megcsinálni. Meg kell találni az apróvadat, meg kell mutatni az apróvadat a vadásznak, a gazdájának. Itt a mezei munkán az egyik feladat, hogy a vadra felhúzás, egy kihelyezett fálcánokról beszélünk, amit reggel korán elengedtünk itt a területen egy jó párat, és amikor ezt a versenyzőt a vizsgázó kutya megérzi, föl kell rá húzni, és a végén szoborszerűen megállni. Teljesen kimerevedett farokkal, akár fölhúzott lábbal mutatni, hogy hol van a fálcán. Erre a gazdája, a vadász föl tud készülni, hogy amikor kell a madár, akkor azt ugye le tudja lőni. Úgyhogy a kutyának a vadkelése, lövése nem szabad elugrania, de most ez egy imitáció, itt nem lőjük le a madarat, itt marad a madár, de egy segítő majd lőni fog a levegőbe. Illés Gábor, Kodorejusz Göncő nevű magyar vizsla, rövidszűrű kankutyámmal vizsgára jelentkezik. Egy, Göncs! Jó. Erez!
Úgyhogy gratulálok. Köszönöm szépen. További eredményes. Köszönöm szépen. Amelyik kutya lövésfélő, hogy a vad iránt nem érdeklődik, abból soha nem lesz vadászkutya. Órázzal nem tudjuk tolni, ha ő maga nem érdeklődik, akkor sajnos nincs miről beszélni tovább. A vízi munka fázis, ami mai napon talán a legkedvesebb volt a kutyáinak, ugye nagyon meleg volt. Itt egy lőtt kacsát dobunk a vízbe, egy lövéssel, és azt kell nekik partra hozni. Tart, gyere! Tart, gyere! Tart! Gyere. Nagyon okos vagy! Okos kutya vagy! Ha sok magyar vizslát látok együtt, akkor egyszerűen repes a szívem a gyönyörtől és a boldogságtól. Ha látom, hogy a póráz végén egy csóváló farkú magyar vizsla totyorog-toporog, azt látom, hogy abban mindenben van. Ahhoz képest, hogy 3 hetet gyakoroltam, hogyha azt nézzük, hogy ez ugye 21 nap felezve, mert ugye minden másnap megyek ki, ahhoz képest gyönyörűen megvan a vizsgánk, úgyhogy én boldog vagyok. Tehát, hogyha jobb lett volna az idő, ha több időm van egy picit, akkor ez azért jobb lett volna, de én maximálisan meg vagyok elégedve, mert ebbe az időbe szerintem az, hogy sikeres vizsgát tegyél, és az megvan, tehát ez benne van, úgyhogy én örülök neki. Kell a folyamatos gyakorlás ahhoz, hogy ezek a feladatok úgy rögzüljenek, hogy bármikor, bárhol készségszinten működjenek. Kevesebb az a kutyavezető, aki egyrészt rendelkezik annyi szabadidővel, másrészt rendelkezik nyilván hozzá alkalmas területtel. Aki azt gondolja, azt szeretné, hogy ez a kutya tényleg dolgozzon, és tényleg vizsgákra, versenyekre, nagy Isten, szeretne menni vele, akkor az keményen, komolyan és folyamatosan dolgozni kell. És hogy mi lehet a megkoronázása nem csupán ennek a kimerítő napnak, de a teljes tanfolyamnak is? Természetesen a sikeres bírálati lapok, melyeket boldogan vehettek át a gazdik. Összességében nagyon elégedett volt minden kutyavezető, tetszett nekik a tanfolyam is. Elmondásuk szerint nagyon sok hasznos dolgot tanultak, és ami talán a legszívderítőbb az egészben, hogy nem szeretnének leállni. Tehát szeretnének ugyanúgy tovább tanfolyamot, ugyanúgy tovább tanulni a kutyákkal hétről hétre foglalkozva, és egyre magasabb szintű vizsgákat teljesíteni.